A mai nappal az a cél, hogy a jövő generációjának is fennmaradjon a magyar hagyománya a disznóvágásnak. Vagyis az az érdekes része, ahogy 100 évvel ezelőtt is a családfő meghívta a rokonságot, barátokat egy disznóvágásra, mondta a házigazda. Ezelőtt több száz évvel már a családok, a családfő meghívta az összes rokonságot, barátokat egy disznóvágásra. Lényegében az év legnagyobb ünnepe volt ez egy családba. És lényegében levágták a malacot, közösen feldolgozták, közösen elfogyasztották, és utána pedig megint kezdődtek a következő szürke hétköznapok, vagyis ez évente egy alkalommal szokott lenni ez a család ünnepé. Most ez lényegében egyre szűkül, már sokkal kevesebb ilyen családi rendezmény van, és már ez azt hiszem a 12. vagy a 13. hagyományos disznóvágást rendezem meg azért, hogy a jövő generációnak legyen rálátása, hogy hogy is készül, vagy egy sertés, hogy dolgoznak fel. Újra disznótor van a lovagi udvarban, ami azért is nagyon jó, mert az itt tartózkodó óvodásoknak és szüleiknek is élmény. Lehet is hallani, mennyire foglalkoztatja őket ez a téma, mondta dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, korábbi földművelésügyi miniszter, aki szerint ez azért is hasznos, mert a társas együttléten túlmenően a régi karcagi ízek továbbvitelét, fennmaradását is jelenti, hiszen a karcagi disznótoros szokások eltérnek a környezetben. Településektől. És azért is hasznos, mert a társas együttléten túlmenően a régi karcagi ízeknek a továbbvitelét, fennmaradását is jelenti, hiszen Karcagon a disznótoros szokások azért eltérnek a környező településektől. Tehát itt nálunk például olyan májas hurka van, ami csak karcagira jellemző. Általában nem jellemző az, hogy a véres hurkába tesznek köménymagot. Az itteni káposztásos elkészítése is eltér a környező településektől. Tehát, és más különbségek is vannak természetesen. Tehát megvan egy egyedisége a kunságnak, karcagnak ebben is, és én örülök annak, hogy itt teljesen hagyományos szokás szerint készülnek ezek a finomságok. Én bízom benne, hogy lesz majd jövőre is ilyen rendezvény, és gazdagítja a városnak a gasztronómiai palettáját, hiszen most volt a kolbászízesítő verseny nagy érdeklődés mellett, és hát várjuk hamarosan majd a Birkapőző Fesztivált is, ami a magyarországi gasztokúta és rendezvényeknek az égköve, az egyik legnagyobb ilyen program. A református Talentum óvodából érkeztünk a disznóvágásra a nagycsoportos gyerekekkel, óvónők és szülők kíséretében, hogy részt vegyünk ezen a különleges élményben, mondta Földváriné Simon Ilona Anna igazgató. Talentum óvodában van egy kéthetes projekt, program, aminek az a neve, hogy disznótoros, disznóvágás, és tulajdonképpen erre a mai rendezvényre a gyerekek már készültek az óvónőkkel együtt, húsboltokba látogattak el, aztán műsorral is készültek, amit az óvodában már elő is adtak. A célja tulajdonképpen az, hogy a mai gyerekek nagyon ritkán vehetnek részt élő disznóvágásban, illetve disznótorban, és hát nagyon fontos tulajdonképpen, hogy megismerjék a disznónak a feldolgozási menetét. Én azt gondolom, hogy ez valóban ritka lehetőség, ritka élmény a gyerekeknek, és köszönjük szépen a meghívást. A polgármesteri hivatal Konok-Kunok csapata nem első alkalommal vesz részt disznótoron, Juhász Jánossal a csapat vezetőjével. Ez egy hagyományos disznótor, egy kicsit új keretek között. Végül is kolbászt csinálunk, sütnivaló kolbászt, hurkát, májast, fővonalakban ez készül, illetve pecsenye fog bent sülni, illetve a lányok még szalagos fánkot fognak sütni. Ízesítés teljesen karcagi, só, bors, paprika, fokhagyma, egy kicsike kömény, egy kicsike csípős paprika, gyakorlatilag ez, a hurkába pedig borson kívül, meg son kívül más nem teszünk. Ugye nálunk van, aki ezt szereti a majoránát, de úgymond erre a tájegységre hozzánk ez nem illik, úgyhogy csak a só meg a bors
Május pogácsában meg még egy kis kolbász hússal tuningoljuk meg.